Hát üdvözlök mindenkit a Rule of Rose végigjátszásának harmadik epizódjában. Ugye itt hagytam abba, hogy Jennifer már megint meg lett kínozva, és igazság szerint a második rész is baromi nehezen készült el. Remélem, hogy a harmadikon nem lesznek ilyen problémáim. Én pedig nem is húznám tovább az időt, neki is futok a következőnek. Míg a szerencsétlen lány fölébredt, visszatért a furcsa szobába. A fehér ruhás fiú nézte őt minden tudó szemekkel, és hozzábeszélt. Szóval, emlékszel már, hogy milyen rossz lány voltál? Szóval még mindig nem tért vissza az emlékezeted, ugye? Szóval, hát apránként kell emlékezned rád. És mikor teljesen visszaemlékszel, hogy milyen rossz lány voltál, a játék véget ér. Most vidd a hülye kutyádat és folytasd a kis játékodat. Hát, remek. Az előző rész sem volt éppen egyszerű, úgyhogy valószínűleg ez sem lesz az. Na hát ugye már megint ebben a szobában vagyok, és van egy rossz sejtésem, de remélem, hogy nem fog beigazolódni. Nézzük csak. Igen, tehát ezeket már bedobáltam, úgyhogy nagyon pöpec. Jó van, ettől az egytől féltem, hogyha valamit bedobok, hogy valamit csak úgy eldobok, akkor elvesztem, de nem. Itt vannak a cuccaim, úgyhogy nagyon pöpec. Én viszont akkor most is szerintem elkezdem kidobálni azt, amire nincsen szükségem. Régi fotó. Na, nem, egyelőre megtartok mindent, majd dobálok akkor, amikor esetleg helyhiányom van. Na, ez micsoda? Levél. Kaptam egy levelet valakitől. Nagyon sajnálom, Jennifer, találkozunk ott, ahol látod az eget. Barátod, Amanda. Hát, hogy barátom, az egy erős túlzás. Elvileg még mindig nálam van a villa. Nem, vagy kés. Mindig azért fölpakolok vele. Oké, és ahol látom az eget, na mindegy, akkor kiszagoltatom a vérebbel. Nézzük csak, ott is van. Na. Illetve várjunk csak. Szagoltatok egy ilyet, hát ha talál valamit. Igazából úgy gondoltam, hogy kicsikét körülnézek a játékban, hogy mégis miket lehet találni ugye a különböző tárgyakkal. Azon egyszer oknál fogva, hogy úgy tudom, hogy van egy csomó extra, amit össze lehet szedni. Például... Na, sütivel mit tudok? Oké, akkor valamit már is dobjak. Hát akkor már is dobok. Lepke sem kell, meg a... Lepke ízésem kell. Na most már van helyem. Aha, találtam egy szalagot, az nem tudom, hogy mire jó. Menjünk tovább, akkor keressünk még szalagokat.
Oké, akkor egyenlőre erre felé nem tudok menni. Na mindegy, akkor megkeresem, hogy a kis csaj hol volt. Relatíve egyébként lineárisnak kell lennie. Hát ti meg? Aha, tudok velük beszélni. Oké, azt mondja, hogy a lány megpróbált beszélni a rongyos, sloppy, az nem tudom, hogy mit jelent, mindegy herceggel, de nem válaszolt. És a másik? Azt mondja, a lány megpróbálta a falánk herceg figyelmét fölkelteni, de nem figyelt rá. Hát jó van, gyerekek, így jártam. Hol van a kutya? Aha. Jó van akkor. Elvileg, hogyha erre fölfelé jövök, akkor itt majd ugye látni fogom az ablakokat. Kifelé, úgyhogy most jól megnézem magamnak. Megpróbálok nagyjából lineárisan haladni, innentől kezdve, hogy van egy kutyám, ugye nagyjából működnie kell a dolognak. Jó van, akkor csak azt nézem, hogy nehogy megint belefussok olyanokba, hogy nem tudok átjutni egy-egy ajtón, de egyenlőre úgy látom, hogy nincsenek ilyen gondjaim. Na, hova is kellett mennem? Valamelyik irányba. Aha, például erre. Na, gyere ide, Amanda, hol vagy? Nem itt van, akkor a másik oldalon. Biztos, hogy szerintem legalábbis erre gondolt. Hogy ugye innen lehet látni az eget, máshonnan nem hiszem. Na. És nem itt van, hát nem hiszem el. Na, akkor keressük meg szépen a kis csajt. Menjél, Blöki. Azért ez így elég csúnyán van megoldva, hogy simán átsztepelek rajta, azt azért hozzá kell tennem. Aha, tök más irányba. Jó van akkor, menjünk arra. Ahogy hallottam egyébként sokkal egyszer... Ez meg ki? Nem tudom milyen herceg, mit én valamit... panaszkodott. Peternek kakaszaga van, szóval annyira büdös, szóval hogy nem akarok hozzáérni. Büdös, menj el. Remek. Most mondjam azt, hogy szaroskoljak. Na, merre vezet vajon a vérebb? És be is tudok menni ide vajon? És be is tudok menni ide most. Jól van, akkor úgy látom, hogy egyes ajtók idővel egyébként kinyílnak, egyesek meg bezáródnak. Akkor kövessük tovább a nyomokat. Valószínű egyébként egy egyszerűbb dolgom lesz, innentől kezdve, hogy van egy kutya és kiszagolja nekem a dolgokat. Viszont ahogy nézem, ez nem az a klasszikus túlélő horror, eléggé lassan haladnak az események, inkább kalandjáték jellege van az egész dolognak. Tehát, hogyha valaki egyébként szereti a kalandjátékokat, akkor a Szibéria nevezetű játékot nagyon merem neki ajánlani. Múltkor hívták föl rá a figyelmemet egyébként itt a YouTube-on, csak őszintén megmondom, vissza kell néznem, hogy kicsoda. És nekem nagyon tetszik. Na. Hát ez meg... Akkor menjünk fel a lifttel. Majd mindjárt kiderül, hogy mit akar a kis csaj. Föl. Valami azt sugja, hogy nem föl kellett volna jönni. Hát ez meg?
Mit talált itt? Aha, egy emelet elejjebb talán. Nézzük meg a középsőt. Sose lehet tudni ezeknél a pszichopata kislányoknál, hogy éppen hová tartanak, ez a baj velük. Na, ez is egy érdekes helyszínnek tűnik. Most ez meg? Vissza kell menni a liftbe? Mindegy, én első körben fogom magamat és... megkérdezem, hogy mégis mit kell csinálnom. Igen... Csak a levél az egyetlen egy dolog, na mindegy, mentek egyet. Na hát akkor fogom magamat, aztán körülnézek még egyszer fönt. Biztos vagyok benne, hogy van valami, igazából csak én tévesztettem el, úgyhogy... iránya fölfelé! Helyszínek egyébként kifejezetten szépek, azt kell mondjam, tehát nagyon jól kitalálták. Bár van egy olyan sejtésem, hogy még mindig nem fogom tudni az egészet bejárni, és még hogy lesznek itt meglepetése. Hoppá, egy létra. Ja igen, a kutya az meg nem tud utánam mászni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ide fönt. Gondolom a kis csaj. Ez ugye egy sötét, csillagtalan éjszaka volt. Azért fordítok közben, amit még tudok, mert azért van, amikor gyorsan vált. Ez ugye közelről nézve látott valakit elmosódva mozogni. Sajnálom, Jennifer, sajnálom, nem akartam ezt tenni. Csak nagyon féltem. Szóval azt tettem, amit tennem kellett, ugye? Nem volt választásom. Mindkettőnket bántottak volna, ugye? Sajnálom, sajnálom. Szóval, amikor én jövök, ne hidd, hogy vissza kell fognod magad. Csinálj így. És így. És így. És így is. Ekkora mazohistát. Szóval mi mindig barátok vagyunk, ugye? Tudom, hogy mi mindig barátok vagyunk, Jennifer, bízok benned. Hát nagyon köszi. Pont ilyen barátokra vágyok. Remek, még ki is figyeltek minket, tök jó. Na hát akkor én megyek szépen vissza a kis csaj után, mert ez valóban nagyon eltűnt. Gondolom, hogy lefelé, mert hogy közében nem nagyon látom, hogy lenne bármi az égvilágon. Úgyni. Na. Meg is vagyok, akkor most irány visszafelé. Keresd meg, Blöki. Gyerünk, azaz. Simán el tudok tévedni egyébként itt. Tehát nagyon szépek a helyszínek, de pont azért, mert nem annyira változatos, pont azért simán el lehet kavarogni egyébként. Minden még jó, hogy van egy kutya. Úgyhogy van egy roppant szőrös GPS-em. Jól van. Aha.
Jó, lassan azért csak visszatalálok a helyszínre, basszus. Aha, itt van a rakodótér, jó van, akkor jó felé indultam. Biztos, hogy jó felé indultam, csak már úgy értve, hogy erre felé legalább tudom a járást. Ezek még mindig itt figyelnek. Hova tűnt a véreb? Itt lenne bent a csaj. Hát ez nem tűnik valami túl bizalomgerjesztőnek. Na, gyerünk, gyerünk. És itt van. Na, dumáljunk csak. Szóval van egy csodás ajándékom csak neked. Szóval majdnem kész van, úgyhogy vár még egy picikét. Hát ez remek. Térmagasságban valamit letakar, ugye egy ponyva. És ez micsoda? Hey! Jó, ahhoz nem nyúlkászunk. Van még itt valami? Hoppá. Én találtam egy nyalókát. Gondolom ez is valami ilyen cusz lesz. Nézzük, hogy valami más találok-e még egyébként. Kicsit nézegetem ezt a találgatós funkciót. Gyerünk, kutya! Nem talál nekem sütit. Mindegy. Mit tudom én. Na ezzel mit talál vajon? Jé, és van itt valami. Na ez mi lesz? Basszus is tele vagyok. Na mindegy, akkor kihaigálom ezeket a kulcsokat, egyenlőre úgysem kellenek. Öt nem. Öt majd megnézegetem, hogy mit tud. Jó, térkép az kell. Ezt tudom, hogy hova vezet, úgyhogy ez most nem kell. Oké, és az még jól jön. Jó, akkor ezeket hagyom így egyenlőre. Haha, csoki. Gondolom ezek gyógyító cuccok, mindegy szállik, de mindegy, akkor itt hagyom a csajt. És legalábbis ez ilyen süti, meg csoki, meg nyalóka, gondolom, hogy ezt a célt szolgálják. De jó, most már levéllel is dobálnak. Amanda és Jennifer, jelentkezzetek azonnal az ajándékdoboznál. Idegesen a hercegnő rángatta a vállait, forgatta a vállait, és azt mondta. Kellemetlen, de az ajándéknak kicsit várnia kell. Most kívánjuk magunknak szerencsét. Hát figyelj, te csinálsz, amit akarsz. Ja, benézek, hogy van-e itt valami. Gondolom, hogy hagyott itt valamit nekem legalábbis. Eddig bejött. Hol a fenébe vagy? Miért erre jövök? Ja, mert eltévedtem, jó van, akkor eszem ágában sincsen erre fele jönni, hagyjál békén. Az meg mi ott? Ott van egy nyúl, basszus. Na mindegy, egyenlőre, ez bement oda a szobába, egyenlőre megnézem ezeket, hogy mit tudnak. És nyílik. Nagyjából azért emlékszem, hogy melyik volt ez az ajtó, amelyiket nem tudtam kinyitni, ugye most megpróbálom meglest. Ez az, amit gondolok? Jipikájé! Na akkor pakoljunk fel. Úgyni. Ez meg tűnés. Na király, ez legalább működik. Na most próbálok kerestetni valamit. Időnként azért el fogom felejteni, de próbálok minden teremben sütit kerestetni a vérebbel.
Jó van, akkor na kövessük, akkor a fehér nyuszit amúgy neósan. Beszélgettünk itt egyébként a kommentekben egy pár emberrel, és arra jutottunk, hogy vajon honnan is szedhették, hogy másik irányba, vajon honnan szedhették az inspirációt. A legyek ura az szinte 100%-ig biztos, én még az Alice Csodaországban arra tippeltem, de hát valakinek van még ötlete, szóljon. Na nézzük, hogy akkor mi lesz ebben a szobában. Ez meg ki a here? Joshua, írtam neked egy új történetet. Remek. Köszönjük szépen, másra sem vágytam. Oké, ez eltűnt. Valami bent a szobában vajon? Hát, kidekorálták az hétszemcsig. Hal, meg zászló, meg mit tudom én micsoda, azért eléggé sok minden van itt, ahogy elnézem. Aha. Na mi ez a? Most nem tudok rányomni. Mi van még? Hoppá! Valami csillogott. Aha, az új mesekönyv. Nézzük csak. Sir Peter, kiment egy stroll, az nem tudom, séta akarna lenni? Azt mondja, hogy mit, én bezártak egy ketrecbe be, minek bent kellett a tartania. Sir Peternek most kell elmennie, nem akar bűnt elkövetni. Azt mondja, hogy könyörgött, mielőtt talált volna egy WC-t. Viszlát, Peter. Viszlát. Hát van egy olyan sejtés, hogy bezárták a kölyköt, amíg össze nem szarta magát. Elnézést a kifejezésére, de nem tudom, az finom. Ott meg mi van? Már megint tele vagyok. Mi nem kell most nekem? Mesekönyv az nem kell egyenlőre, úgyhogy... Aha. Na, ugyanaz az út van benne, ami ugye szét van szórva, gondolom, hogyha megszagoltatom, akkor megtalálom azt az izét, amit keresek. Na nézzük szépen. Ez az kutyuli. Tudod te a dolgodat? Roppant hasznos egyébként, azt kell mondjam. Ezek a nyúlmaszkos izék, ezek meg roppantúl zavaróak egyébként. Mert nem tudom, én hallottam olyan véleményeket is, hogy akikkel találkoztam, ezek a démonszerű izék, azok is gyerekek valójában, csak maszkban, hát nem tudom. Engem elsőre leginkább a Batman nem tudom hányadik részéből emlékeztettek a madár ijesztőre. Csak kicsiben, na itt meg. Jó, ott volt valami? Nem csak egy csomó doboz, jól van akkor. Oké, úgy látom, hogy ezeket meg tudom be. Ez király! Azt hiszem, hogy erre felé jött a kutya. Nem. Remek. Jó, akkor hát... Hol van a kutya? Aha, hogy nekem erre kell menni, jó van akkor.
Lényeg az, hogy most már tudom, hogy az ellenfeleket le lehet csak... Hát ez marha jó. Akkor most hova? Nem tudom, most őt keressem meg, vagy... Mi a P-ket műveljek? Egyáltalán hol... Nem voltam, még azt nézem. Ja, kicsit ránagyítok, most ott vagyok, ugye? Honnan jött? 7-es, 6-os. Hát ez király volt. Egy csapással kettőt, ez fasza. Egyet legalábbis tuti. Tök jó, mert miközben ütnek, nem tudnak rámugrani. Ez pöpec. Vagyis miközben ütöm őket, nem tudnak rámugrani, ez nagyon pöpec. Na szóval, most hol is tartok? Aha, arra felé. Bocsikat, csak közben nézelődök, hogy mégis hol vagyok. Ja nem, innen jöttem, bocsánat, egy kicsit elkavarodtam. Na, azért kicsikét így már intenzívebb a történet, hogy ennyien vannak, de hála Istennek azért tényleg van nálam egy ilyen jóképű kis cső. Igen, jóképűt hallottatok. Benézek oda abba a terembe, ahol voltak az alvó cuccok. Most nem tudom, hogy az ellenfelek azok újra termelődnek vajon, vagy sem. Voltam én már ebben a teremben vajon? Hát most biztos, hogy nem voltam még, de... Ja, itt vannak a... Zsírgék. Mindegy, ha már itt vagyok, akkor kerestetek valami kaját. Kifelé jó van, na mindegy. Nekem pedig továbbra is arra fele kéne mennem elvileg, de még mindig nem tudok menni, hát ezt nem hiszem el. Valahova máshová? Hol nem voltam, még azt nézem. Elvileg még itt nem voltam bent. Port Livestock Room. Aha. Nagyon jó. Jó, akkor nem vagyok beljebb egyenlőre ezzel a történettel. Hú, basszus, bocsi srácok, egy kicsikét elkavarodtam, nem tudom, hogy most merre fele is kéne mennem. Hát erre fele voltam már. Basszus, innen jöttem, nem? Most azon gondolkodom, hogy most akkor hol a fenébe is van az a hely? Mert hogy kettő helyen keresztül tudtam eljutni oda. Eight Cargo Bay, igen. Innen jöttem. Ez eddig teljesen tiszta. Oké, ezt szerintem kivágom.
Jó, még jó, hogy el lehet futni ezek között a izék között. Na. Oké, sehol semmi, sehol semmi. Abszolút sehol semmi. Ezt most nézted be. Szálljál le rólam, te mocskos dög! És arra tuti nem tudok menni, hát akkor nem tudom, hogy merre fele tudok. Kizárásos alapon akkor elmegyek visszafelé. Nem! Erre fele még nem voltam, basszus. Ezt kerestem. A fenébe. Mhm. Jaj, de jó. És valamit ott össze kell szednem. Hát ez nagyon nem jó. Futás, basszus, futás, futás, futás. A francba, persze, hogy pont most vagyok tele. Nézd. Ő nem kell. De jó. Szálljál már le rólam, te szemétlád, ez Isten áldjon meg. Futás innen, futás innen. Csak nem erre. Pogó! Oké, és eddig megúsztam. Mondd, hogy itt át tudok menni. Át tudok menni, basszus. Remek. Ott meg mi van? Aha, süti. Süti. Már megint tele vagyok. Oké, és... nem tudom mit akar, de... ezt ki is hajítom szépen. Egyenőre nincs rá szükségem, úgy döntöttem. A kutya az vajon még mindig azt az őrültet követi? Vagy várjunk csak, mit dobtam én bele ki legutóbb? Miért mindig a térképet akarom megnyitni? Pedig azt dobtam be neki, akkor nem tudom. Na, akkor most gyorsan megnézem, hogy hol vagyok. Mm-hmm. Elvileg itt van egy átjáró a másik folyosóra, hogyha jól emlékszem. Ez mindjárt ki fog derülni, legalábbis egy ilyen elalakú. Hoppá! Azért leverem őket, mint vakapoharat, tehát nem kell félteni. Oké, akkor most itt ütjük egymást, úgy látom. Szálljál le rólam, te mocsuk! Oké, tipli innen.
Hát ez nagyon jó. Gondolom valamelyiknél van a kulcs. Komolyan mondom, itt a harcjátszás az valami iszonyatos. Na. Hát ez nem volt egy túl kedves dolog, mint nem mondjak egyébként. De simán rákényszerítettek arra, hogy harcoljak. Na most. Mit művesz, te mocsok? Ezt le akarta bögdösni a kutyát. De jó. Van egy kés ott nála. Ezt a kést azt szerintem elveszem. Konyhakés az miért van még mindig nálam? Na mindegy. Remek. Felszedtem valami egyéb kést. Itt meg. Ja, WC-k vannak itt. Hát, ha van itt valami érdekesség egyébként. Sehol semmi. Kezdem egyébként nagyjából kitanulni a játékot, tehát hogyha valami vágás van és valami animáció van, akkor általában ott rögtön bekövetkezik. Tehát, hogy ahogy belépek egy helyiségbe, vagy ahogy történik valami, tehát nem az, hogy várakoznom kell még pluszba. Úgyhogy ilyen szempontból kiszámítható, de legalább tudom, hogyha nincs semmi, akkor rossz helyen járok. Na, itt esett. Mi? Most nem tudom, mire nyomtam. Hogy lehet kopogni meg mennyit? Ho? Takarodjál le rólam, te mocskos kis dög! Oké. Úgy látom, hogy kissé elvérzett. Most ilyenkor meg mi van? Most nem tudok bemenni, vagy mi történt? Hát az előbb simán benyitottam. Jó van, akkor tűnök innen a fenébe. Most ennek semmi értelme nem volt igazából, hogy bejöttem ide megverni valakit. Hogy várjunk csak? Slozin! Kis csóka. Elvertem. Na akkor most. Basszusom. Már megint a nyúl. Jó van, akkor megtaláltam. Gondolom, hogy errefele jött igazából, mert hogy nem láttam, hogy a kutya másfele indult volna. Jó, akkor, hogy itt vagyok a kabinban, remélem, hogy nincsenek itt már ezek a dögök. Bár esélyesnek tartom, hogy igen. Itt meg mit akar ez? Az mi? A francba tűnés innen. Miért jött oda be a kutya, basszusom? Fogalmam sincsen. Na mindegy, lényeg az, hogy lassacskán egyébként így el fogjuk jutni oda, ahova el kell jutnom. Tipli van, hagyjál békén. Elvileg itt szembe tudok átjutni ugye vissza az előző helyszínekre. Úgyhogy én egyelőre csak követem a kutyát. Ezek a sikoltozó nyúlszerű izék, ezek roppant zavaróak. Oké, és de legalább elvetődött így a semmibe.
ez meg hova vezet? Hm? Itt már voltam, nem? Itt szedtem össze szerintem a csövet. Ez meg mit talált itt? Mi ez? Oké, ez most a szívbajt hozta rám. Az mondjuk érdekelne, hogy egy nyúl az hogy tud ennyi idő alatt... Ennyi idő alatt úgy általában, hogy a fenébe tud kinyitni egy ajtót? Na mindegy. Hát akkor futunk tovább. Mész innen. Jó. Hetes szektor. Erre felesen nagyon voltam még. Van egy olyan sejtés, ami most viszont többet leszek. Hoppá! Már megint nyúlok. Az igazság az, hogy közben átváltottam D-padra. Az analógra, mert sokkal kényelmesebb irányítani, így is úgy is futnom kell folyamatos jelleggel, mint a baram, és ugye ezzel nincsen finom mozgás, de nem is baj. Mi van itt? Pacska. Ó, basszus, mekkora volt a pofont kaptam már rögtön az elején. Nem tudom, hogy mikor sérülök egyébként, az a bajom. Oké. Okay. Nem tudom, hogy milyen boss csata akarna lenni, de egyenre nem vagy beljebben. Így basszus, már megint kaptam egy ordas pofont, kelljél föl. Jó, van, akkor szédeleg, akkor viszont most... Jön, budották. A francba. Na gyere, te mocsuk. Hát... Jézus Mária! Hát komolyan mondom, itt csapkodunk egymás felé. Esküszöm, hogy több múlik egyébként a szerencsén. Szálljál le rólam, te mocskos dög, az Isten áldjon már meg! Ezt takarodjál rólam, mert ezt nem hiszem el. És kinyírtak, basszus. Ezt nem hiszem el, de komolyan. Ez kegyetlen ez a játék, na mindegy. Igen. And everyone lived happily ever after. Legyen folytatási pont, léci, legyen folytatási pont. Nem volt folytatás gomb. Na mindegy, akkor fussunk neki, ismételtem. Ezt már láttam, úgyhogy nem vagyok rá kíváncsi. Na, nézzük, mit tudok tenni ezzel ellen az izé ellen. Azon kívül, hogy ütöm, mint a vadbarom.
legalábbis addig, amíg a kutya fogja. Eddig pozitív. Oké, eddig tartott a szerencsém. Futás, futás, futás. Basszus kulcs, azt nem hiszem el. Oké. Akkor benyomtam egy pitét. Tűnés innen? Simán elütöttem mellette. Nem tudom, hogy a francba. Mindegy, tipli innen. Próbálok a nyíltabb terepre jutni. Jó, akkor kicsit gyógyítok magamon. Meg még egy kicsit gyógyítok. Meg ezt is. Tehát egy kicsit több esélyem van. Már megint lecsapott. Hagyjál békén, hagyjál békén! Az Isten áldja már meg, ezt komolyan mondom, ki az Isten találta ki ezt a harcrendszert, hogy szakadjon be a feje valamibe. Igazán tudok adni egy ilyen kis pofont ennek az izének, aztán jó éjszakát. Azaz, terüljelte mocsok. Na jó, most adtam neki. Hátrafelé! Hogy üt le hátrafelé? Halál komolyan nem értem. Na. És szerintem most használtam el minden egyes gyógyítómat, úgy ahogy volt. Húzzál onnan a francba. Kejjén már föl, te életképtelen liba! Ezt nem hiszem el, komolyan mondom, vascsöves hátmasszázs egy patkánytól. Oké. Nem oké. Komolyan? Mennyi kell még ennek a kötözött csonkának, hogy kimúljon? Hát nekem már nem sok. 2 pofon. Elterült, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ennyi. És megúsztam, nem hiszem el, hogy megúsztam. Na, azt hiszem, hogy itt végeztem. Szép lett a padló. Ja nem, itt van a csomag, vagy mi a fene volt itt. Aha, az lesz az. Na, és ebben vajon mi van? Feltételezem, hogy ő lesz a felajánlás. Oké, nem túl gusztó. Azt hiszem, hogy a következő fejezetben eléggé sok élettöltőt kell majd összeszednem, mert hogy most roppantó kifogyasztott belőle ez a szemétláda, de komolyan ki az Isten talál ki ilyen állatságot. Mármint nem az ellenféle volt a bajom, azzal semmi probléma nincsen, ez a harcrendszer, ez kegyetlen, komolyan mondom. Egyetlen egy gondom van vele igazából, tehát nem is az a probléma, hogy a csaj az alapból gyenge, mert ez logikusan következik a játékból. Ott kezdődnek a gondjaim, hogy retardált, tehát így fogja magát és gyakorlatilag így amerre néz, arra kezd el csapkodni, és tőle 5 centire van a fickó, vagy csaj, vagy gyerek, vagy bármi az égvilágon, vagy a háta mögött, és nem fordul oda. Könyörgöm, tehát Resident Evil első részénél már tudták, hogy arra fele kell célozni, ahol van az ellenfél. Ez meg 2006-ban jött ki. Tehát így... Jézusom, na mindegy. Mindegy.
Na, akkor megyek és fölajánlom ezt az utcát. Hát te meg? Mit csinálsz itt? Aha. Szóval mit én, egy hercegnő szemeivel a zsákon beszélt a lányhoz. Szóval megcsináltuk, remek csapat vagyunk, add ide Petert, odaadom neki. És miért nem lehet megütni ezt a kis libát? De most komolyan, most oda kell adnom ennek a kis csírának? Ezt nem értem. Fogadjunk, hogy megint ezért fogok kapni. Hát ez remek. Az erdőben valami furcsa ceremónia folyt éppen. Lower class, he's like you and me, you can't go up free. Close. We have to pray from a distance. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer! May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the princess. Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peon. Amanda, on the other hand, has been demoted. Amanda. It's time, Jennifer. Hát, ez sem volt éppen egy egyszerű rész. Én köszönöm szépen, hogy velem voltatok és követtétek a történéseket.
Remélem, hogy tetszett, illetve ugye a játék célja az, hogy ne tetszen, úgyhogy inkább remélem, hogy nem tetszett a történet. Mindenképpen osszátok meg a véleményeteket kommentben, lájkoljatok, osszátok a videót, és hogyha van rá lehetőségetek, és iratkozzatok föl, hogy tudjátok, hogy mikor jönnek a következők. Én a legközelebbi epizódig is szeretném megköszönni a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!